Na, napjainkban egyre modernebb módszerek állnak rendelkezésre a súlyos neurológiai betegségekben szenvedőknek. Hogy mik is ezek, erről fogok beszélgetni most. Sziasztok! Szia, Andi! Milyen lehetőségei vannak annak, aki jelenleg neurológiai betegségekkel küzd? A robottechnológia segítségével a neurorehabilitációban lehetőség nyílik új területek felfedezésére. Ezek a területek jóval pontosabb, jóval precízebb minőségben biztosítják a pácienseknek a felépülés útját. A technológia segít abban, hogy a páciensek állóképessége, a páciensek izomereje, egyensúlyérzéke sokkal könnyebben tudjon kialakulni, hiszen maga a biztonság érzet, amit ezek a robotok nyújtanak, sajnos nem elérhető hagyományos terápia útján. Egy picit elmeséled a történetedet, hogy veled mi történt? Hát egy nagyon különleges, ritka betegségem alakult ki, úgynevezett immun vaszkulitis, ami egy autoimmun betegségből kifolyóló gerincvelő gyulladást okozott, ami sajnos az idegpályákat állította le, és emiatt az agy és az izom, az alsó végtagizmok közötti kapcsolat az úgy leállt, megszűnt, és ezért nem tudom mozgatni a lábaimat. Fantasztikus, hogy így a robottechnikával segített mozgásterápiában lehetőségem nyílni újra járni, igazi nagy mozgásokat végezni, és az egész testem így, minthogyha egy nagy kirándulást tennék egy-egy ilyen alkalommal. Köszönöm szépen!